Jelenleg hivatalosan is veszélyhelyzetet rendeltek el, ami azt jelenti, hogy közösségünk védelmének érdekében fokozottan kell bizonyos dolgokra figyelni. És várhatóan bizonyos szintű korlátozásokra lehet számítani. Ne felejtsétek el, hogy ezek a mi biztonságunk érdekében zajlanak, és mindenki gondoljon a szeretteire, most fokozottan kell egymásra vigyázni. A vírus itt van közöttünk, és csak rajtunk múlik, hogy mennyire engedjük, hogy elterjedjen. Az orvosok és a szakdolgozók mindent meg fognak tenni, hogy segítsenek a bajba jutottakon, de nekünk magunknak is hatalmas a felelősségünk abban, hogy ne alakuljon ki tömeges megbetegedés, mert akkor a rendszer túlterhelődhet. A vírus cseppfertőzéssel terjed, ezért fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy rendszeresen tisztítsuk a kezünket, próbáljunk meg nem hozzáérni az arcunkhoz, és kerüljük a másokkal való érintkezést. A maszkra elsősorban az egészségügyben dolgozóknak van szükség, így feleslegesen ne vegyünk többet, tartalékolnunk kell a készleteinket. Ugyanúgy fontos tudnotok, hogy a vírus a fiatalabb és egészségesebb emberekben 70%-kal tünetmentesebb. Enyhen átha formájában jelen van, ettől még fertőz. Viszont idősebb és betegebb társainkra nagyobb veszélyt jelenthet. Kerüljük a felesleges mozgást a városban, csak a legfontosabb teendőinket intézzük el. Kerüljük a tömeget, aki teheti, maradjon otthon. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy korlátozások hiányában a vírus a lappangás idő lejártával robbanásszerű betegszám emelkedést idéz elő. Ez szigorú szabályok betartása mellett csökkenthető, és ez a mi felelősségünk. Most gondolnunk és vigyáznunk kell egymásra. Srácok, én nem leszek olyan komoly, mint a többiek, mert nem is tudok az lenni, viszont nagyon fontos, hogy ezt az egészet most komolyan vegyük, mert nagyon sok minden forog kockán. Az a lényeg, nem szabad pánikolni, nem szabad pánikba esni, nem szabad pánikot kelteni. És nagyon fontos, hogyha influenza-szerű tüneted van, vagy betegnek érzed magadat, akkor ne menj el az orvoshoz, ne rohanj azonnal oda, mert azzal csak másokat veszélyeztetsz, hanem hívj fel a házi orvosod, vagy hívj egy zöld számot. Amíg a vészhelyzet fennáll, addig igyekezzetek otthon maradni, hiszen a vírust mi emberek terjesztjük egymás között, és csak mi vagyunk azok, akik ezt megállíthatjuk. Kérni Szabolcs, hoztam egy pohár vizecskét. Jaj, nevecski, Szabi! Te szülyem! Tíz nap, 10 kaland, 10 feladat. A mai nappal kezdetét veszi a megdermedve kupa. Az eredmény a következőképpen néz ki. Kívánok mindenkinek, elindultunk itt tümeleten. Patrik és a csodálatos német bájuk kalandjait fogjuk fürkészni és követni, ugyanis az úriember elindult futni, és én úgy érzem, hogy kamuzik. Tehát látom azt a sztorikat, hogy ő fut, vagyis hát abban a sztoriban éppen fut, de lehet, hogy van. Lehet, valaki abban is. Székely menyecskét megtalált, főzik a lekvált, tudod, reggelen, utána hajtat, nem tudom. Most megnézzük, hogy bárki mit csinál, elvileg erre jött ki a kapun. Miért valakit látott elő? Toljad neki! Patrik, fogjad a kormányt! Túrjad a hamat! Fogjad a kormányt! Toljad neki, Bálint! Menjél! Menjél! Fussá! Fussá! Pak! Egymás után lába, hogy a szegyetért! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Menjél! Visszahozzuk, tesó! 30 éves lesz újra! Hát az mi az, kérem szépen! Ha most futunk, vagy nem futunk? Vigyél feljebb, odáigazom. Vigyelek feljebb, és hova üsz be? Nyisd ki a csomagtartó, tűj be! Zseniális. Most meg vagyok a legnehezebb szakasz, ha megpustok. Várj, hello! Fog hozzá! Jó, hát meg iszi, hát most taxizok, vagy jöttem, hogy segítsek edzeni, hát most
Na, tudod, hova vagyunk? Én azt hiszem medveresre. És megyünk medvét lesni, és azt mondták egyébként, Bálint mondta azt, hogy úgy öltözzünk fel, hogyha a medve megrág, akkor ruhát kell szarjon. Úgy vagyok. Elérkeztünk a negyedik naphoz, a pontverseny a következő képen néz ki. 12 ponttal Bencék még mindig az elsők, megpróbálok a traktornak közben nem neki menni. 9 ponttal vannak utánuk Timiék, és 8 ponttal pedig Szabiék. Tehát Szabiék visszacsúsztak az utolsó helyre, de szerencsére ma újra pontokat tudnak szerezni. Elindultunk Székely-Varságba, jól mondom kolléga, Székely-Varságba, ahol további feladatokat fognak majd a srácok kapni, ahol ismételten pontozhatjuk őket, úgyhogy ma estére változhat ismételten a pontverseny. Annyi még, hogy ma a Bencék kaptak egy előjogot, hogy valakinek nehezítő tényezőt rakhatnak a feladat elé közbe, úgyhogy kíváncsi ezek, hogy kit fognak kiszúrni, és milyen feladat adnak nekik. És nem lövöd, de a terem. Szigeti Erdélyben vagyunk, tesót. Szigeti tesót, tesót, tesót. Szigeti szemüveg van a Szigeti szemeden. És olyan Szigeti sapka fejeden. Akkor mondani a Szigeti Pigeti fejeden. Régen ennyiből állt egyre. A Szigeti kormányt Szigeti vezeti, és a Szigeti váltóval. Videózod már! Ez igen! A kedvenc részlet. Bálint meg is találta. Na mondom, hogyha valaki le akar a vízeséstől jönni, mert éppen el kell rohanni vécére, akkor itt van a tökéletes. Orrot befogni, vécipapír az nincs, viszont a fáról levelet, meg a tüskét, meg bármit lehet szedni. Csaj, ez az. Kevesebb szereplő, kevesebb fizetés. Halló? Halló? Patrik, engedj már be, hát mit csinálsz? Na, kész vagy? Gyere. Baj szíved van. Német bány, baj szívű vagy. Gyere már, mert kisintem kell. Úristen, hallod, mennyire röhögnék bele esne a ganyékba? Hogy essek bele? Nem látod, mekkora vagyok? Not my love. És a Michael Jackson imitátor verseny győztese nem Strauss Dominik. Tessék ajándék tőlem neked. Ó, oh, Dominik! Köszönöm szépen, tesó! Tényleg, király vagy, sokolat, és akkor majd a... Hát ez ott van. Kirakom a házba, reméljük nem fog elolvadni. 100% gyémán. És kvarc smarag. Jártam nektek egy üveg Jack Daniels mára. Mondtam, hogy... Azt mondta Szabi, hogyha megfogom a villanypásztot, hogy... Rebekának nyaklásznak jó lesz. Ti mi nem vicceltet, elmutasd már meg a szettet. Tehát van rajtad egy sína drág. Van egy kabát, két kabát, ha jól tudom. Jól megy. Ja, igen, megfordul. Oké, szuper. És egy sapka van? De hogy kettő sapka van legalább? Hát van alatt a sí sapka. Ez az új izé cipőd, amiben kerék van hátul? Igen, az a... Hogy hívták az? Kerekes cipő. Igen, nem? Igen, igen. A színjék, te mondod. A színjék. Ha, szépen följebb. Tesó, kiszedi az erdőt a helyéről!
Egyébként a srácok néha úgy tűnnek, mintha nem vennék komolyan ezt az egész versenyt, ami itt zajlik. De azért esténként mindig, amikor eredményhirdetés van, akkor ez van egy kis izgulás, illetve látom, hogy kellően bosszúsak akkor, hogy éppen nem ők nyernek. Úgyhogy még rohadt sok nap van hátra ebből az egész játékból. Szerencsére a srácoknak könnyű egy erdőbe eljönni, ahol fújeges minden. Mondtuk nekik ott, hogy készüljenek föl, ezért a legjobb edzőcipőbe tudtak eljönni oda a hóba. Figyeljen az erdő, gyereket, megindul! Tesó, itt töltem fel! Fuck! Fenn is van! Repeszti! Igazából, sziasztok! Itt vagyunk a National Geographic új műsorában, a Fotózd a nőket a természetben című videóval. Az a lényeg, hogy itt vannak a hölgyek mellettem, és nagyon készen állnak arra, hogy a természet lágyolén megismerkedjenek a fotózás nagyon nagy titkaival és szabályával. A lényeg az, figyelj! Azt fogjuk csinálni. Fölvezetem. Semmit! Semmit! Én csak a saját magam szórakoztatása miatt szerettem volna ledobni, de ha már versenyzünk, pontért versenyzünk? Pontért. Dupla pont. Na jó, figyelem, Dezső Bence Patrik, feladat van. Most egy uha. Random feladat, ott fönn, jégcsap, egy dobásból, az aki le tudja dobni, az egy pontot kap. De mivel? Szabadon válaszol, ezt az én kezdve. Jó. Na jó. Egy, csap! Csak feladom, mert sikerült! Mondtam, éljövök, éljövök, éljövök! Hagyjatok egy kis követ! 100%-ig biztos voltam benne. Nézzük akkor Patrik egy csapatát, akinek nagyon szükségük van a pontra. Jó, vigyázzok, figyelj! 3, 2, 1! Hagyjatok ide! Megpróbálom azzal! Bármivel dobhatok? Akkor a ütéssáró Dezső Bence telefonokkal fogom dobni. Ami egyébként kollás és környezet barát. Nem, hát a képernyő nem ütéssáró. Szerintem az jó lehet. Gyakorlatilag egy fegyverletétel történt, amit Dezsőben átvett. 3, a 2, az 1. Egyébként felvázolnám, hogy ez úgy néz ki, mint egy kocsa. Lent állj. Hopp! Két bal! Hú! Ahogy a erdélyi székely mondás tartja, a sör nem alkohol, medve pedig nem játék. És hogy mennyire nem játék, az... Hát srácok! Ahó! Mackó elvtárs! Hát nincs itt, de mutatnám a méreteket. Tehát gyakorlatilag a Godzilla is itt járhatott volna. Én javasolnám, hogy siessünk, mert lehet itt foszogat a mállásba. Azt hitted mi? Papa, láttam, becsokisztál a kamera mögött? A mai verseny kezdetét vette, egy random ad-hoc feladatot kaptak a srácok. Fönt volt egy bazinagy jégcsap, amit a fiúknak le kellett dobniuk bárhogyan, bármilyen módon, valamilyen eszközzel. Többszöri próbálkozás után végül Patrik volt az, aki sikeresen eltalálta, ezért plusz 2 pontot kapnak. Szóval az állás ismét változott, de még nincs vége a mai napnak. Hát úgy gondoltam, hogy miután nem tudunk följutni ugye a hegyoldalba, miután kidőlt egy fa, ezért megkértem egy erdély kollégát, Dezső Bentét, hogy apa, húzzuk el, azt mondta, ez semmi, erré vagyok, tesó, nálunk ez teljesen normális. Ugye megpróbálom rászerelni erre a farönkre, hát farönkre gyakorlatilag egy fenyőerdőre, és Bence megpróbál a kocsival elhúzni, nézzük meg ebből mi fog kisülni. Na, hát ahogy nézem, maximum ezt tudjuk egy picit itt arrébb ráncigálni. Megnézzük, hogy mit bír a kocsi. Lehet, hogy ez a kis sárga kötél nem elég, és egy komolyabb
Lehet, figyelj, nincs bentiek, egy igazi erdélyének kéne, hogy legyen azért fűrész a kocsijába. Beaplikálni. Na! Ezt! Nem tudom, hogy ez biztonságtechnikailag megoldható-e. Majd kiderül. Gyere már! Húzzad már! Húzzad már! Te mit csinálsz? Te mit csinálsz? Húzzad! Bence! Bence! Hagyjuk már az egészet. Hagyjuk el? Itt a parlament, most már ígyunk egy pálinkát. Ígyunk egy pálinkát. Menjünk. Reméljük, ez kellett még valakinek. Szóval a tényállás a következő. Az előbb ugye megpróbáltuk elhúzni, és most érkezett meg Dezső Bence, megpróbáltuk elhúzni a fát kézi erővel, de inkább ráhajtunk, mert öttünk egy másik út is visz minket a parlament nevű kocsmába. Hát akkor most mutassuk meg. Arre! Na, hát... Két út vezet Budára, az mind a kettő... Nem tudunk átmenni, mert ledőlt a fa, mert valaki nem tudnak bírni magukkal! Figyelj, én megnyugtatlak titeket, én most ezt így megfogom és arrébb lök. Egy baj van, én is, ez volt az a tervem nekem is, utána megint csak. Te is van egy. Hát de azt kérem, gyertem. Na de most azt gondoljátok végig, hogy közben fönt van ugye egy kocsma. Mi van azokkal, akik a kocsmába voltak? Hát ugye, nincs mese. Hát ott nincs mese, ott szerintem elfogyott az... Patrik, elsétál a kamera előtt sokadjára. Ne zavartasd egyébként magad. Szóval azért azt nem tudom képzelni, milyen hangulat lehet. Most ők ott már vissza, ők szerintem már visszafoglalták Erdélyt, visszacsatolták Magyarországhoz újra. Tehát az a hasonló dolgok lehetnek. Ugye ez a Kossuth egy nagyon híres, és sajnáljuk, hogy most nem jutottunk el. Lehet, hogy van még következő rész, amelyik meglesül. Dominik tényleg a nagyfát egy ágyforrán rángatja. Bence, én azt mondom, hogy egy jó székely pálinkát csak kínáljunk. Bár ellen? Ennyel előrébb vagyunk. Dominik már egyet leszedett. 15 van hátra. Szóval hozunk egy kis pálinkát. Hozunk egy jó kis pálinkát, jó? Dansz. Kérlek szépen, nagyon óvatosan mászkálj el így. Meg... Minusz két szereplő, úgyhogy az e-mailben lehet jelentkezni a leírásban. Kellene egy szigony, és hogyha a szigony szépen beleszúrnánk a jégtömbbe, a nagyon a jégtömbbe, közelebb lehetne húzni az egészet. Egy kis intelligens gyurma a top menedzsernek. A jobb tapadás érdekében. Milyen? Ja, a gyurmám, te! Hallod, Bence? Csak hogy menj le. Reka, megpöcköltem a fenekét, és ő ezt így jelezte nekem. Megérkeztünk a medveles programra, ez lesz ma a következő helyszín, ahol a srácok a pontokat gyűjthetnek. A kedves vezetőnk összeért a srácoknak, gyere mutatom, egy teszt feladat sort, amit majd nekik ki kell tölteni. Ezek általában medvékről szóló kérdések, szétszedjük őket, különböző asztaloknál ezek a kérdéseket válaszolniuk kell. Arra kérnének benneteket, hogy üljetek szét létszíves csapatonként. Még egyelőre fordítsátok lefele fordítva. Hova megy? Tessék? Jó, akkor mi? Lefele fordítva. A feladat adott, papírt fordítsátok föl, és értelemszerűen töltsétek ki, légy szíves, ha medvetesztek. Felfordítva. Med! Gyere! Hány foga van egy medvének? Nem tudom. Mennyi van neki? 32. Ki nem mond hangosan? De mit írtál? De már nem tudok. Sose láttalak meg dolgozatot írni. Halma, látod milyen csúnyán írok? Igen. Nagyon jó, most egy medve. Ki lehet szó, milyen csúnyán írok? Az ember, nem? Nem hiszem, hát a macska is sokkal hamarabb megszűnik. 12 hónapig. Szavikám, Dominik biológia óráról mi maradt meg? Semmi.
már csak 2 percük van a fada befejezésére, azért ahogy körbejárkáltam, hallottam, hogy azért itt vannak problémák, tehát biológia nem, azért sokan aludtak itt a medvénél, 2 lapoztak a könyvbe, de most majd kiderül és mindjárt elmondjuk nekik a helyes megoldásokat, amit újra pontozni fogunk. Alma, mit szeret még méz? De ezt tényleg szeretjük. Szereti a mézet. Tuti nem kapva az egész gyerekkorunk. Mi a harmadik, amit szerethet a medve? Mennyi időnk van még? Van egy perc van még. Jó. Ne lessél! Melyik foga van a medvének? Na, ezt meg nem számolod. Hát adj egy kis azt. Kész vagyok. Papírokat fordítsátok vissza le. Gyertek ide, üljetek ide, légy szíves az asztalhoz. Hány foga van egy medvének? Első kérdés. Hány foga van egy medvének? Szabi? 22. Nem. Igen? 42. Helyes megoldás? 42. Yay! Pak! Ott van! Ez a tényleg annyi van? Annyi van, ugyanaz annyi van. Minden medvén. 42. Hány hónapig vámes egy medve? 12. Azt hittem, hogy 250 kötője 300 nap. Fel vagyok mentve matekból átváltani hónapra. Na, hónap, akkor hozzá lész. Jó, 9 hónapig akkor szerintem te vagy a legközelebb hozzá. Akkor Timi. Akkor kettős vagyok. Mondj egy dolgot, amiben a medve hasonlít az emberhez. Na. Tud 2 lábon állni és járni. Elszikizik. Nem helytelen a válasz. Én annyit írtam csak, hogy gyomorműk. Mármint, hogy csak eszik és ugyanúgy kiválasztja, tehát hogy pisilve. Én azt akartam írni, hogy van belőle fiú vagy lány. És akkor melyik válasz? A gyomorműködés, az csak közel áll, hát azért az... Fogadjuk az övéget. Jó. De az összes helyes. Hát igen, de most... Most egy kengúr is őrös. Eszik, iszik, ez volt a lehet. Béla egy nagyon-nagyon kaptes válasz lett volna az, hogyha a kukorica szemét egészben lenyeli, ugyanúgy kiszarja, mint az ember. Gombászás közben, ha azon veszed észre magad, hogy 5 méterre van tőled 2 kicsi medvebocs, mit kell csinálni? Iszkiri! Óvatosan csendben elhagyni a táplálkozási területeket. Hát a terület. Hirtelen mozdulattal állni. Ugyanezt írtunk, csak röviden annyi vagy taka. Akkor mindenki karikázol. Nem szabad rajbordítani, szép csembe, angolosan lelépni, úgyhogy... mind a hárman. 4. Ez ki volt? Timizett egy gyöngybetűt? Nos. Ha itt a fogalma megnyertétek szerintem. Tehát, Benték és Szabi kapnak 2-2 pontot, Timiék pedig nem kapnak pontot. Úgyhogy húzunk tovább. Hogy nem kapunk pontot? Hát miért kapnak pontot? Mert csak a nyertes kap, viszont ők ugyanannyit mentek, ezért mind a két csapat ugyanúgy pontot kap. Nem fogok újat mondani, vesztettünk. Lássuk a medvét! Most, hogy a medvékről elméletileg tudnak a srácok mindent, most akkor a gyakorlatban is megnézzük, ugyanis éppen egy medvelessel tartunk. És az a legrosszabb az egészre, hogy még van nekik egy lehetőségük arra, hogy elrontsák az egészet. Feladatosítva ugye nekik. Hát meg 1 millió lehetőség van, hány napot leszünk még itt azok? Hát úgy lehet fordítani minden nap az álláson, hogy azon ilyet. Jó, de azért ne húzz fel magad. Na, nem jöttök? Nem ültök be? De. Gyere, Bence. Gyerünk. Beültünk egy ilyen harci gépjármibe. Land Rover. Szevasztok. Land Rover. Nem reklám. Tényleg az? Hozza ki sörétes. A fia, no fiam, meg te indalak lőni. Jól, el is repett egy kulcsontom azonnal. Azt mondja, de olyan lila volt, hallod, hónajam is lila volt konkrétan. Emlékszem, 12-es voltam. De nem baj, fiam, nem vagy elég erős hozzá. Újra próbáltuk. Ezt megtanultam, hogy 16-7 éves koromban. Párszor. Minden évben. Nem törtem el, de tényleg annyit lőttünk, tényleg lila foltos voltam mindenhol. Szabint, te gyakorlatilag lohátról tudsz lőni visszafele is, akár. Egy-két információt szabályt el kell mondjak, hogy sikeres legyen ez a medveles. Ezen az úton megyünk 60 métert, jobbra lesz egy mellékút, ott megyünk 250 métert. A sorompó után én megyek elő, utána mi jöztek libasorba, és senki semmilyen szaknyomot nem hagy mához, és nem beszélget. Az, hogy hány medvét fogunk látni, honnan jönnek, mit fognak csinálni, erre nem tudunk válaszolni, ezek teljesen vadmedvék,
azt csinálok, amit akarnak. Tudod, a mondás. A sőt, nem ital, soha medve nem játék. De te is ezt tudjátok, ugye? Hogy egyébként ugye múltkor is hárman voltunk, remélem, hogy megint nem fogunk látni medvét. Igen, de Bence, akkor ott nem emlékszel, amikor egyszer csak így, de emlékszem. Azon paráztuk, hogy az ajtó mögött lesz, emlékeztek? Magán a lesen nem volt medve. Azt mondták, hogy csendbe kell lenni, innentől már abban a zónában vagyunk egyébként, ahol bármikor igazából a bokorból kijött a medve. Kint a medve véréből fogunk inni. Jó. Tehát amikor lőjünk egy medvét, akkor a vérét kivesszük, és oda kint, nem mikor meglőttük a medvét, akkor mindig kivesszünk a vér, és kint a vére, ott van, és egy kicsit kell inni mindenkinek belőle. Itt vannak a medvék. Húzza a filét, adok neki 15 lejt. Tehát azért ugye mi a srácokkal már kipróbáltuk egyszer, akkor két órát töltöttünk el, egy üvegen néztünk, hihetetlen találkoztunk. Itt az élet most. És az a durva, hogy képzeljétek, hogy miközben sétáltunk fel, Timinek szólt a vadőr, hogy Timi, halkan itt vannak a medvék, és így persze, és így... Én láttam meg legelőször, és így megálltam az ajtóba. Tévé mocék ott vannak. Jól megyük vissza, nem? Bence! Gyere itt! Te válj! Valami nem furcsa háttér? Mi? Mi? Már? Mi?
Úgy néz ki, hogy egyben megvan a csapat, az előbb leszámoltam. Patrik a vadőrrel kiment, illetve a producer kollégával kisétáltak egy kicsit, és hát majd láthatjátok a kamera felvételen, hogy volt egy pillanat, ahol a vadőr elkezdett futni, és ott hagyott az egész társaságot. Megint voltam elfelénk. Kicsit ijesztő. Mi ezt bentről néztük végig, megyünk vissza a szállásra, ahol eredményhirdetés jön. Azért ti még kicsit a medvésje... Még mielőtt egy dolog. Ezt a vadőr azt mondta, hogy a srácot meg kell inniuk a medvevérét. Mi erre készülünk. Hát akkor ezt lent prezentáljuk is a kocsi mellett. Gyerekek, mosszaltatok utoljára-e? Hát igazándiból bemutatnám az autó belsejét. Egy Land Roverben ülünk most, egy 75-ös kiadású Land Roverben. Lejtmenet, most benyomtam a lejtmenet kapcsolót is. A finom marhabőr, varrott marhabőr a kormány, a pedálok pedig hát ugye alumínium sport verzióban vagyunk. Kiengedtem meg, hogy bármi fedessen. A jó benzinszagot nem lehet átadni. Én kérdeztem egyébként az előbb a sofőrtől, hogy miért engedte meg egyáltalán. Ahogy érzem, a benzin fele az utastérbe folyik. Zargassad, öreg, zargassad! Bocsánat! Ez megvan, hogy ilyen autóval volt a kicsikocsi bum-bum százzal tép? A mai verseny gyakorlatilag véget ér, a pontokat összesítjük. És este újra majd eredményhirdetés. Ha elmondjuk, hogy a csapatok éppen hol tartanak, ne felejtjük el, hogy tegnap még Rebekáik nyertek, akiknek még van egy hátráltatási lehetőségük bármelyik másik csapattal szembe, amit majd hamarosan be fognak váltani. Úgyhogy remélem, hogy addig lejutunk szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget! Ugye ígérted, mindenkinek van egy kis lehetősége kipróbálni, miután már a medvelesen túl vannak, a medvevért megkóstolni. Hát mi hoztunk saját medvevért, amit a producer kolléga mindjárt elő is varázsol, amit mindenkinek meg kell kóstolnia. Hát a medvének a vérét. Ezt annyira nem láttam. Meg kell kóstolni. Konkrétan van a vér. Én is kóstolom meg a tényleg medvevért. Hát ez az. Hoppa. Hallottad? Ilyen palackozott kiadásban van? Hát mert a medvevérét mibe tartják? Hát palackba. Hát valahogy föl kell, hogy fogják. Én majdnem megkóstoltam, amikor fenn voltunk a lesnél. Elég segítek a medve vérét lecsapolni. Évért nem iszok. Meg kell szúrni a medvét. Ja, na, elugrik, na! Meg kell szúrni a medvét. Hát akkor a legbátrabbak. Hagyjon csak ide! Új, nagyon, de jó medvevér. Na, Patrik, medvevérét, egészségetekre! Egészségetekre! Na gyerünk! László Patrik, nézd már a szemembe! Egészség! Köszönjük szépen, úgyhogy folytatjuk az állásra. De most amúgy mit csinálsz? Szeretném bemutatni a... Mutassuk már a havat, tehát hogy... C'est tout, ahogy a francia mondja, ez mind. Na, édesapa. Addig a szettedet megtekintem. Hadd lám, mit ér a Versi tartomány. Mert hogy apu azért tud bordozni. Ja. Nem ma kezdte. Mindent is. Na, édesapa. Mi a vélemény? Férfiben nem voltam úgy, csak nem azért kérdezem. Négy éve van másodat. Vagy most elkrapáltam, de tényleg nem. Hát én mondom, tehát ez a hupikék törpikékből volt körülbelül. Cukik ezek a buborékok. Tehát amúgy, ezt, aki kitalálta. Amúgy ezek csillagos gatyámban tudok bűnni. Bocs, egy piacon nem nagyon tudtam színt válogatni. Van ilyen, hogy snowboard piace? Piace? Nem, ez egy Veszprémi nagy piac volt, 15 ezerért és 600 euró. Már 15 ezer euróba vesztem meg.
Egyébként teljesen jazz és kár lesz a lapjáért amúgy, mert egész szép. Ezt most vegyük föl, hogy most hogy néz ki. Ezt mutatom, tehát sima, nem túl melyik arcok. És hát már megnézzük, mi lesz a végén vele. Na, Dice! Az ide! Na! Gyere! Hű, édes apa! Leülj! Na, Ne, már rátapostál a idézet a tisztetre. Biztonság technikailag itt így megállok a deszka végén, mielőtt Dominik lent. Mi az, hogy a matkért itt a tortatagon nem baj, ugye? Jó, csak a kóba aztán ne vigye. Hát jó. Dominik, mi a Máriám lehet csinál? Figyelj, egy dolgot könyörögve kérek, meg ne próbálj megfordulni vele. Az van? Mami. Egyébként egy szobornak a felvétele az egy ilyen 10-15 másodpercnél tovább nem tart, de nem segít, ugye? Hát de nézd meg, nem akarja. Bekössük a cipőt. Talán most rájöttél, még került 15-be? Nézd meg ezt ki. Álljál egyenesen. Álljál már egyenesen. Ezzel nem volt baj. Leülsz. Nem lépsz rá a kötésre, mert eltöröd! A kéket húzzad! Féllel szemben! Féllel szemben a... És most fogsz beszarni. Mekkora császár leszek. Vigyázz! Nem kell testú, vigyázz! Húzd innen! Ne aggódjál bár! Dominik, ne! Nagy lehetőt választottam. Hallod? Gyere a kocsi után, húzlak! Mondtam, hogy megy. A dobornak van egy olyan tulajdonság, hogy itt... Vágod, hogy miközben nyomtam a 150-et, figyelj. Na, itt meg se kell, figyelj. Dominik Strauch from Hungary, yes? The Transylvanian World Championship. Okay, the coach is the coach is coming with him, yes, 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 that's okay! And the winner is the Transylvanian Snowboard Championship is Strauch, Dominik! Sorry Dominik, valamit tudnám mondani, mit érez most? Most így? Nem nyilatkozom. Mit érez most is, hogy megnyerte a... Most túl király vagyok. Transfogarasi. Amúgy gondolkoztam rajta, hogy eldőlök, mert megijedtem, mert nem láttam elém. Hát igen, lett hogy mennyire lesz durva. Para lett volna. És picit próbálkoztam is kanyarodni, de ugye annyira kicsi a hó, hogy ebben gondolom nem is lehet, nem? Nem. Hogy itt lehet, de nem lehet. Nem lehet, nem tud átfordulni. Akkor jól éreztem. Tehát az életet, ezt mondtam, ne fordulj, mert az élet nem tud átfordítani, leakadni. Tehát itt most vagy az volt, hogy vagy megúszom, hogy nem nagy a lejtő vége, vagy megúszom. Elérkeztünk a negyedik nap végére, szerencsére a mai nap is nagyon izgalmasan, tehát a fiúknak, lányoknak. Napközben ellátogattunk egy nagyon szép vizeséshez, ahol egy random fázot találtak ki. Ki tudja valamilyen, bármilyen eszközzel ledobni a legnagyobb jégcsapot, ami ott fönn csüngött. Végül Patriknak sikerült valami kacsaformájú faeszközzelet lehajítani, úgyhogy plusz 2 pontot kaptak Timiék ezzel. Ezt követően ki kellett deríteni, hogy mennyire ismerik a medvéket, mennyire figyeltek oda a biológia órán, hiszen a vadőr, akivel elmentünk medvelese, előtt egy 10 pontos tesztet hajtatott velük végre, ahol 2-2 pontot lehetett nyerni. Ezt végül Szabiék és Bencék teljesítették jól, Timiék pedig alul maradtak, szóval jelenleg az állás úgy néz ki, hogy 12 ponttal Bencék vezetnek, utána követi őket Szabiék csapata 10 ponttal, és végül Timiék 9-el. Azonban Rebekáinak volt egy előnyük, amit a következő videóban láthattok majd, hogy hogyan használtak föl, és végül hogyan is alakul most az új pontozás. Holnap a Csikisörgyárba látogatunk, ahol a srácok megkóstolhatják az igazi székelysört, úgyhogy ott is még rengeteg feladat vár rájuk. Jó estére! És mi van, ha ezt a pólót? Ja, ez a Bencé, ez tuti nem. Na ez! Ez király! Megjött a Brodapest merch, hamarosan kapható.